Nagy, nagy szeretet és pogácsa mindenkinek, Földmin vagyok, és a mai videóban olyan dolgokról fogunk beszélni, amik általában mondjuk azt, hogy valamilyen szinten érdekesek dél a kapcsolatban, mégis általában az emberek nem szoktak róla túlságosan beszélni. Az ember akkor tapasztalja ezt leginkább, hogyha dél utazik, vagy ne talán ideig dél él. Szóval beszéljünk néhány olyan dologról, amiről általában nem beszélnek, de mégiscsak érdemes róla beszélni. Mióta elkészítettem ezt a videót, igazából ilyen dolgokban nem is gondoltam igazán bele. Tudjuk azt, hogy dél igazából nő orientálta, vagy mondjuk azt, hogy inkább, hogy nagyobb figyelmet kapnak, mint mondjuk a nyugati kultúrában, de arra sose gondoltam volna, hogy saját női parkolók is lehetnek a nagyobb plázákban és nagyobb parkolókban, pedig holott ez igaz. Külön parkolóhelyek jó, nem éppen olyan jó pozíciókban, mint a mozgássérülteknek, de a jobb parkolóhelyek egyes helyeken fel vannak tartva a nőknek, ugyanis tudják, hogy a nők azok, akik jobban szeretnek vásárolni, többet fognak oda járni, és hogyha már így van, akkor legyen előkelő helyük a többi parkolóhelyhez képest. Ez igazán furcsa, és lehetséges, hogy hazánkba is be lehetne ilyesmit vezetni. Délkorával kapcsolatban érdemes azt megemlíteni, hogy a betegellátás első osztályú. Iszonyatosan jó és világhírű orvosokkal rendelkeznek, tényleg nagyon modern, és mondjuk az, hogy gyors a kiszolgálás is, már gondolok itt most arra, hogy Magyarországon sokszor hónapokat kell várni egy-egy bizonyos vizsgálatért, vagy egy-egy bizonyos eredményért. Nos, ott igazán gyorsan, hogyha van valamilyen betegséget, hamar pörögnek az események, és tényleg hamar ki is tudnak vizsgálni, és kezelni is tudnak. Nem igazán van olyan, hogy várakozási idő, szóval azt nem ismerik, mint itt mi nálunk. Természetesen, hogy a koreai állampolgár vagy, akkor igazán kedvező is, igazán jó dolog ez neked. De hogyha még külföldiként is mész el Dél-Koreába, és mondjuk azt, hogy kicsit jobban megfázol, egy tüdőgyulladásod lesz, és nem vagy felkészülve, akkor se kell iszonyatosan megijedni, ugyanis a nem állampolgárokat is körülbelül egy olyan 1500 forintnak megfelelő összegért megvizsgálják és felírnak neki gyógyszereket. Jó ezt tudni, hogy igazából nem kell horribilis összegeket fizetni, hogyha mondjuk ne talán lebetegszik az emberi külföldi országban, viszont hogyha már tényleg kórházi ellátásra kerül a sor, az már természetesen egy másik kategória. A harmadik dolog igen logikus, mégis viszont én annyira nem is gondoltam bele, mielőtt elkészítettem volna videót. Szóval a fiatalok, főleg a fiatal srácok, 20 éves srácok nem igazán kedvelik és nem igazán szeretik a katonasággal és a katonasággal gozs vicceket. Ugyanis számukra ez nem egy túlságosan vidám dolog, mert mint tudjuk, ugye bár 20 és 30 év között minden koreai fiatal embernek be kell vonulnia a katonaságba, másfél évet kell ott törtenie, és ez igazából nagy kiesés az életükből. Akik fiatalok és élni szeretnének sok mindent kipróbálni, nagy vágás ez az élet. Letükbe. Gondoljunk hogy csak bele, tényleg a, a sztárokba is, hogy ez egy nagy törés a, az idoli karrierjükbe, de akármilyen más munkaterületen is lehet, hogy éppen egy jó munkahelyed van, és igazán felfelé törsz, aztán másfél évre így kiesel belőle, és mire visszajössz, már teljesen megváltoznak a dolgok, és már alig fogsz tudni majd rendesen vissza alkalmazkodni az egészbe, vagy az is lehet, hogy másfél évig nem is fog várni a cég, és igazából, amikor katonaságba kell menni, szépen elküldenek, aztán amikor visszajössz munkanélküliként, keresheted az állást. Szóval ez ilyen sötét ómenként lebeg igazából a dél-koreai fiatalok felett, ugyanis tényleg nem annyira vidám dolog ez, és nem annyira jó másfél évre elszakadni a családtól, nem beszélve arról, hogy persze remélhetőleg sose fog rá kerülni sor, de aktív besorozott sorkatonák lennének az elsők a sorvonalba, hogyha tényleg bármilyen probléma kialakulna mondjuk Észak-Koreával vagy bármi másra. Szóval a háború esetén abban másfél évben ott leszel a frontvonalba, majd, akiket ki fognak majd küldeni, persze utána betoborozzák a többieket is, de... Minden esetre egy kicsit feszélyezve érezheti ott az ember magát, hogy tényleg itt vagyok katonaként, és hogyha kell, akkor ugranom kell és cselekedni. Szóval, hogyha dél jársz, ne el a kedvenc katonasági poénodat, vagy katonás poénodat, mert nem igazán te leszel majd a társaságnak a kedvence. Felkapott youtuberek, és felkapott a YouTube-is. Egyesek még mai napig úgy gondolják, hogy igazából a YouTube annyira nincs elterjedve a Dél koreában Ennek ellenére délkoríakat kikérdezve, a YouTube is igazán be van már igazából. Már, mint szinte minden országba, szóval Dél-Koreából is igazából a több ilyen videómegosztó portálokat már jó mértékben kiszorította, és többnyire mindenki ott is a YouTube-ot használja. Igen, én YouTube-nak mondom, mert iszonyatosan idegesít a YouTube-nak a kinevezése, mert oké, okay, hogy angolosan YouTube-nak kell kiejteni, de az nem egyenlő azzal, hogy YouTube, mint a tyúk, ez nem tyúk, ez YouTube. Szóval én inkább YouTube-ozom, és nem érdekel ez a magyaros mentalitású YouTube-ozás, YouTube, -ozás. YouTube, 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 <sijt> Na, téma lezárva. <síts> szóval nagyon sokan szeretnének igazából YouTube sztárok lenni, nagyon sokan indítanak YouTube csatornát, és uh, igazából nem is gondolná senki, de a legnépszerűbb YouTuber Dél-Koreában alig hat éves. Vlog, uh, YouTube 6 éves. Born2Vlog YouTube channelnek körülbelül 21,6 millió Feliratkozója van jelenleg, mikor én készítem ezt a videót, ami ilyen családos videókat tartalmaz. Szóval persze nem maga a gyerek a youtuber, hanem a szülei azok, akik igazából ő belőle sztár csinálnak és felveszik a mindennapjaikat és ebből vicces helyzeteket meg mindenféle más dolgokat hoznak ki és igazából ők az legnépszerűbbek, ami arra ösztönöz nagyon sok ember délkorjában, hogy Hó, hát az én gyerekemből is lehet sztárha az övéből is, és éppen ezért nagyon sokan próbálkoznak ebben a kategóriában, ebben a családos kategóriában sokszor nem is gondolva arra, hogy igazából a gyerekek Élvezik -e ezt az egészet, vagy szeretnék -e ezt csinálni, hanem egyszerűen belekényszerítik őket a saját álmaik miatt, hogy ők is szeretnének igazából ezzel híresek lenni, vagy ebből igazából meggazdagodni. Sajnos nem mindig a gyerekek javára. Következő dolog olyan, amit már korábbi videókban is említettem, de elmondom most is, ugyebár Dél-Koreában nem szokás borravalót adni. Szóval borravaló az egyáltalán nincs, el se igazán fogadják, vagyis nem is fogják biztosan elfogadni, hogyha adni is szeretnél, sőt még lehet meg is sértődnek, adni szeretnél valamit. Továbbá még az is igaz a dél koreai éttermekre, hogyha valami nagyon ízlett és esetleg odamész és azt mondod, hogy szeretnél kérni még egy tányérral, azt már nem kell kifizesd, ugyanis nagyon sok étteremben igazából ez a ház ajándéka, hogy kapsz még egy tányért, ez igazából nekik elismerés, hogy milyen finom is maga az étel. Ha persze, hogyha most 5-6-7 tányérral akartál kérni, az már más kategória, de szerintem ez nagyon pozitív és nagyon jó, hogyha tényleg valami nagyon ízlik neked, akkor akár ingyen tudsz repetázni is belőle. Ez szerintem igazán pozitív dolog, és hogyha Dél-Koreába fogok járni, mindenképp ki fogom próbálni. Vallás tekintetében mindenkinek van elképzelése Dél-Koreáról. Na most erről felírtam néhány statisztikát is, hogy pontosan tudja nektek elmondani a számi adatokat. Mindenek ellenére mégsem annyira olyan a dél-koreai vallás, mint amilyenek szerintem az emberek megítélik. Ugyanis a lakosságnak csupán 466 az, amelyik vallásos. Valószínűleg mi egy sokkal vallásosabb államnak képzeltük el, vagy hát mindenkinek ez saját véleménye, én legalábbis sokkal vallásosabbnak gondoltam őket, erre fel a lakos lakosságnak több mint fele igazából nem is hisz valójában semmilyen vallásban. Eleve a kereszténységet nem igazán kedvelik, mert Dél-Koreában nagyon sokan voltak olyan térítők, akik erőszakosan igyekeztek volna a kereszténységre téríteni, ezért Dél-Koreában van a kereszténységnek egy valamilyen szintű negatív megítélése. Ha megkérdezik a lakosságot, akkor inkább többnyire a buddhizmus pártolnák, de viszont abba sem igazából hisznek már túlságosan, realisztikusak mondhatnánk azt is, igazából nem annyira a vallásra fektetik a hangsúlyt. Ugyanakkor a fiatalok még kevésbé vallásosak, ugyanis a 20 éveseknek kb. 30,7%-a csak mondja magát vallásnak, és az már igazából majdnem 70%-a akik nem. Ezzel összehasonlítva a magyar adatokat, szóval, mint mondtam, délkorában 46,6 vallásos, a magyarországi adatok szerint 57,3% a lakosságnak vallásos, vagyis Igazából hazánkban még jobb a helyzet, mint Dél-Koreában. Mindenek ellenére szerintem hazánkban se annyira pozitív ilyen szempontból, mármint vallásosság szempontjából, mert környező országokban, amikor jártam más európai országokban, azt láttam, hogy azért egy kicsit nagyobb hangsúlya van a vallásnak, mint a mi hazánkban. Ennek ellenére úgy látszik dél még a hazánk meg is kisebb maga az érdeklődés a vallás Na, ez igazán érdekes szerintem. Ti mit gondoltok róla? Következő témapont pedig maga a házasság, hogy mikor is szeretnek házasodni, mikor is szánják rá magukat igazából a házasságra. Lássuk is az adatokat, férfiaknál ez 30 Warum? egész 15 éves korban történik meg. Ami teljes mértékben érthető is, ugyanis körülbelül, mint tudjuk, hogy 20-30 éves korig be kell vonuljon a katonaságba, nagyon sokan szeretik ezt elhúzni a vége fele, szóval már olyan 29, majdnem 30 éves korukba kezdenek be a katonaságba, és akkor utána, 30 éves koruk után érkeznek haza. Ez igazából olyan törés az életükben, párkapcsolat szempontjából is, hogy nagyon sokan, vagyis legtöbben ebben az időszakban, ha volt is párkapcsolatuk, vagy barátnőjük, mire visszajön ennek a katonaságból addigra elmaradnak vagy szakítanak. Szóval igazából ott van a 30 évesen a férfi, akinek újra kell kezdenie, és kell találnia valakit, szóval szerintem ez tök realisztikus, hogy 33-15 éves korba kezdenek-e házasságot kötni, ugyanis, hogyha tényleg az ember 30 éves korától zéróból indul, akkor kell egy kis idő azért, hogy megtalálja azt, akivel mondjuk összeszeretne házasodni. A lányoknál ez egy kicsit koraibb, ugyanis a nőknél 30,4 az, az átlagos életkor, amikor házasodni szoktak. Persze, mint tudjátok, ezek átlagos adatok vannak, akik hamarabb vannak, akik később. Átlagosan 30,4. Azt jelenti, hogy a nők azok hamarabb házasodnak, de viszont, mint láthatjuk, ők se igazán a... 20 éves korukban szeretnék ezt megtenni, 20 éves korukban még jobban igazából a karrierjükre, vagy más dolgokra koncentrálnak, nem igazán akarják magukat én nagyon komolyan elkötelezni. Ezzel kapcsolatban pedig a következő érdekesség a gyerekeket való támogatás az országban. Dél-Korea ugyanis egy olyan ország, ahol nagyon alacsony a gyerekeknek a születési aránya. Vagyis tényleg egy nagyon kiöregedő társadalom, és nagyon kevesen vannak azok, akik igazából gyereket akarnak vállalni. Nagyon sok koreai nő van úgy, hogy nem akar gyereket, karrierével foglalkozik, vagy az életével, vagy más dolgokkal és éppen ezért az állam kemény és tetemes pénzeket igyekszik adományozni azoknak, akik végül is gyereket vállalnak, és igazából ezeket a támogatásokat megkapják egészen, amíg a gyerek fel nem nő 18 éves korúig. Szóval igazából Dél-Koreában megéri gyereket vállalni, mert az állam iszonyatosan támogatja azt, hogyha valaki gyereket vállal és gyereket szeretne felnevelni. Igazából mi hazánkban is vannak hasonló dolgok, ugyebár a mi államunk is igyekezik segíteni, de a kettő nem összehasonlítható, és igazából Dél-Koreában ez sokkal nagyobb mértékű, és sokkal a jobban támogatják azt tényleg, hogyha valaki beleszeretne vágni, és gyereket szeretne nevelni. És hogyha már a házasság gyerekvállalásról beszélünk, beszéljünk egy kicsit arról is, hogy igazából a délkoreak hány éves korukban szokták átlagosan a szüzességüket elveszíteni. Ugye bár az elengedhetetlen dolog ahhoz, hogy mondjuk az ember összeházasodjon, majd gyereket vállalhasson a másikkal, de mégis a délkoreak vajon mikor kezdik ezt el? Pontos adatok szerint a férfi átlagosan 21,8 éves korukban ö, veszítik el, vagy mondjuk azt, hogy tapasztalják meg először, hogy milyen is ez. Hát nem mondható az, hogy túlságosan fiatalon, nem mondható 10 évesnek, de biztosan 10 évesen csak ismerkednek, max tényleg csókolóznak ilyesmi. A lányok esetében viszont 23,9 az átlag. Szóval majdnem lehet mondani, hogy majdnem 24 éves korukban átlagosan esnek át úgymond az első aktuson. Ami viszont nagyon érdekes, ugyanis, mint láthatjuk, a nőknél magasabb, mint a férfiaknál az átlag. Ugyanakkor, mint tudjuk, átlagosan egy párkapcsolatban úgy néz ki a dolog, hogy a férfi idősebb a lánynál. Ez általában a világon mindenhol így van, Dél-Koreában is. És érdekes, hogy ezek szerint a férfiak hamarabb elveszítik, mint a lányok, amiből csak azt lehet logikusan következtetni, hogy a férfiak náluknál idősebb lányokkal veszítik el, ami igazán megmagyarázza azt, hogy a dél-koreai drámákban miért szeretik általában azt a szituációt felvázolni, hogy van a főszereplő srác mondjuk, aki szeret egy nála idősebb csajt, egy nunát ugyebár, aki szép, csinos, tökéletes, minden rendben van vele, és a főszereplő srác hajt utána, de a lányt ő nem érdekli, és van a főszereplő lány, aki mondjuk az fiatalabb nála, vagy vele egyidős, és őt nem igazán veszi észre a srác, majd arról szól az egész darama, ugyebár, hogy a fiú és a lány összejönnek, de én eddig azt hittem, hogy ez csak egy klisé és egy sablon, de úgy látszik, hogy van ennek valamilyen szintű valóság alapja, és a srácok tényleg vonzódnak, vagy tényleg igazából kedvelik a náluknál idősebb lányokat, mint látjuk a statisztikák is általában ezt mutatják. Így, így, így ezt a két statisztikát összevetve átlagosan 22,8 éves korukba veszítik el a dél a szüzességüket, fiúk és lányok egyaránt, hogyha összeadjuk a két értéket. Ezzel szemben, ha összehasonlítjuk a mi ha a hazánkét, igen, 18,4 az átlagos életkor Magyarországon. Szóval, majdnem 4 év különbség a kettő között. Azt jelenti, hogy nálunk úgy látszik, 18 évnél sokan fiatalabban veszítik el, vannak, akik idősebben, de 18 év az átlag életkor a koreákhoz képest a 22,8-hoz képest alacsonynak tűnik, de amúgy ö, érdekességképpen valóban a magyarországi átlag világszínvonalban is majdnem benne van a top 10-ben, mármint ilyen szempontból, hogy a fiatalok milyen korán veszítik el a szüzességüket. Szóval mi ahhoz képest eléggé gyors társadalom vagyunk, vagy eléggé korán érő, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam már másképpen ezt a dolgot. Szóval igen, mi általában ezt, ezen szeretünk minél hamarabb túl lenni. Ezzel szemben tényleg a világon nagyon sok helyen nem igaz Igazán kapkodják el ezt a dolgot, és erre délkorra is nagyon jó példa. Vagyis gond, belegondolhatunk abba, hogy a legtöbb ájdol, aki mondjuk még nincs 22 éves, valószínűleg, vagyis hát jó eséllyel még mondjuk nem esett át igazából az első kapcsolatukon. Valamint valószínűleg az idolok, amíg igazán ki nem lépnek ebből az egész szakmából, és nincs több szabadidejük, lehetséges, hogy nem is adódik nekik túl sok alkalom erre. Bárki tudja, kulisszák mögé ugye nem láthatunk be. Nos, ennyi érdekességet sikerült nektek összeszedni olyan dolgokról, amikről azelőtt még én sem hallottam. Remélem találtatok közte néhány érdekességet, és írjatok le nyugodtan ti is olyan érdekességet, amiket nem említettem még, és szerintetek nagyon érdekes dél kapcsolatban. Érdekel a ti véleményetek is, írjatok le ti is a véleményeteket valamelyik ponttal kapcsolatban, amit most a videóban felsoroltam, és találkozunk majd a következő videóban. Legyetek nagyon jók adminkák, és hallgassatok minél több kápopot. Sziasztok!